van, amikor még csak öltözünk, és már szaladunk, és van, amikor igen, egy-két óra is van szabadban, de ez nagyon ritka. És ha megkapja a gyógyszerét, aztán szépen helyre... Nem akarok egyedül maradni. Kora reggel indulok Komáromba, hogy minél hamarabb találkozhassak a Zamed mentőszolgálat ügyeletes orvosaival, mentőtisztjeivel és mentőápolóival, akikkel egy átlagos őszi munkanapot tölthetek együtt. Mielőtt befutna az első cím, van még idő pár szót váltani az ügyeletesekkel. Fábi Katalin mentőtisztet arról faggatom, kinek való ez a munka. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát csak azt tudja végezni, aki olyan beállítottságú, aki ezt nem munkának veszi, hanem küldetésnek. Mivel rengeteg lemondással jár, ha csak a családi életet is veszem. Mi úgy jövünk munkába, hogy van, amikor még csak öltözünk, és már szaladunk, és van, amikor igen, egy-két óra is van szabadban, de ez nagyon ritka. Itt nincs olyan, hogy akkor eszünk majd, amikor dél lesz, hanem akkor eszünk, amikor már kicsit éhesek vagyunk, hogy ki tudja, mikor fogunk tudni enni, inni. Ezt a hangot minden mentős ismeri. Ha megszólal, nincs mese, azonnal indulni kell. Pár másodperc és el is indultak a mentősök, mire észbe kapnék, már messze járnak. De nem kell sokáig várnom a következő riasztásra, így a másik ügyeletes csapat nyomában redünk. Komárom Singellő város részébe vezet az első útunk, ahol Karcsi bácsi lett rosszul. Össze-vissza vert a szíve, lezuhant a vérnyomása, és mivel ez már nem először fordult elő, a felesége nem késlekedett. Nem hívott volna, de én félek le, mondom. Nem akarok egyedül maradni. És én tudom, hogy tud rossz. Tart egy kis szünetet, mert elfárad. Már idő. Hát annyi ilyen öreg szívvel itt várok. Nem, ez nem, tehát ez így jön magától meg. És milyen gyakori, hogy így van? Hát van, amikor eltelik egy év is, hogy nem, de most a 3-4 óra az jó. Jó, megszúrom. A cukrosnak nem tetszik cukros lenni. Csak ezre a szívre van kezelve? Csak szívre szedi a gyógyszert. Nagyon volt a görcsei a lábában. És akkor, amikor reggel fölébredt, amikor érezte, hogy össze-vissza ver a szíve, azt érezte, hogy össze-vissza, vagy volt valami más panasz? Ilyen porokszorítást érzik én olyan korikkal. Porokszorítás, és szédült is? Mert mondja a feleség, hogy nagyon alacsony volt a vérnyomása. Akkor már feküdt. Ja, hogy akkor már feküdt. Akkor én már elültem is. Mellkasi nyomás is van? Nem. Nagyon sokszor ők azt hiszik, hogy amikor bejelentik a címet, akkor velem beszélnek. És én bemegyek címre, és megkérdezem, hogy mi a probléma, mi történt, hogy történt, és rettenetesen idegesek, hisz én ezt már elmondtam, miért kérdi meg újra? És akkor el szoktam magyarázni, hogy de nem velem tetszett beszélni, de ő már akkor is elmondta, úgyhogy ilyenből szoktak ilyen kisebb konfliktusok lenni, hogy nem szeretné újra elmondani, nem szeretné beleélni, vagy vannak, akik konkrétan megmondják, hogy én ezt szeretném így és úgy, és elmondom, hogy de sajnos most ezt a gyógyszert nem lehet adni, mert az állapota nem olyan, és nem megfelelő, és rosszabbodna az állapota, és hiába magyarázok, sajnos nem mindig értik meg. És milyen esetekhez hívják a leggyakrabban? Leggyakrabban én azt hiszem, hogy ilyen szívvel összefüggő diagnózisok, vagy ilyenkor aztán, mikor már jön ez az elsős idő, akkor a balesetek elcsúsznak, elesnek a leveleken, aztán jön a jég, a hó. Minden oké. Okay. Hát annyira azt mondta a kolléga, hogy már látta a EKG-n elváltozást, úgyhogy akkor annyira nem oké, sajnos. Megkapja a gyógyszereket, ha helyreáll, akkor haza is engedik, ha nem, akkor meg úgyis fel fog kelleni önt venni a kórházba. Hamran Tibor mentőtiszt már hozza is a kerekes hordszéket és irány a kórház. Szerencsére tehát nem nagy a baj, azonban egy szakorvosi vizsgálatra mindenképpen szüksége lesz Karcsi bácsinak, mielőtt hazatérhetne. A gyorsmentőben a néhány perces út már jó hangulatban telik. Innentől átveszik a kórházas kollégák, ugye elbetegedett? Igen, bevisszük, pedig
elmondjuk a doktor úrnak, mit tudtunk meg, mit vizsgáltunk ki, milyen eredményünk lettek, és átadjuk a doktor úrnak. Amúgy mennyire volt most ebben az esetben indokolt, hogy ezen a széken tolják be? Ilyen betegeket minden széken kell tolni. Még ha a saját lábán be tudna jönni, akkor is? Biztonság kedvéért? Igen, igen. Mert összeesett. Hol a bálhat? Ez vége. Miután a pácienst átadták a kórházbeli kollégáiknak, a mentősök az orvosoktól már nem kaphatnak tájékoztatást arról, mi lett a betegükkel. Ugyebár ők nem adhatnak információkat a betegekről, úgyhogy ezért ott már nem nagyon tudjuk tovább követni. Olyan előfordult, hogy a részlegre egy másik beteget vittem, és megláttam azt a régi beteget, és így megkérdeztem, hogy van, mi történt vele, mi lett vele, és válaszol. Nem tudjuk a betegeket annyira megismerni, nem tudunk hozzájuk annyira kötődni, mint például a kórházba, akik hetekig, hónapokig törődnek egy-egy pacienssel. Mi azt az adott dolgot adjuk, ami valószínűleg egy adrenalin dús eset, ami pörögnek a dolgok, és aztán átadjuk a kórháznak azt a beteget. És igazából sokszor nem is marad idő arra, hogy fú, de nagyon gondolkodunk, mert mindjárt kapunk egy újabb címet, egy újabb esetet, azt is megoldjuk. Amikor olyan nagyon súlyos dolgok vannak, akkor igen, itt a konyhában, ebéd közben, vacsora közben, vagy a kávé közben meg szoktuk beszélni, át szoktuk gondolni, mi volt, hogy volt, milyen. Valamilyen szinten ezt így ventilálunk.